December 12-e, szép jó reggelt mindannyiuknak. Egy volt közlekedési miniszterrel kezdjük. Jó reggelt kívánok, Molnár Csaba, most a DK alelnöke. Jó reggelt kívánok. Mit tud arról, mert az egyik az M0-as díjkötelessé tétele, vagy részleges díjkötelessé tétele melletti kormányzati érv, hogy az Európai Unió maga kötelezi erre a magyar kormányt. Igaz ez? Én nem tudok semmi ilyesmiről. Annak idején azért nekünk egy kicsivel több tapasztalatunk volt strádaépítésben, mint most a Fidesznek. Ugye a saját kormányzásunk idején megkétszereztük a magyar autópályáknak a hosszát. A támogatási szerződések bizonyos esetekben szoktak előírni, ha nem is megtérülést, ugye ilyen lehetetlen egy autópályánál. Tudjuk, hogy jóval drágább ez, mint amennyit utána díjakban be lehet szedni. De hogy legalábbis legyen ebben valamilyen fajta tehermegosztás, de ez tipikusan a hálózat egészét vonatkozik. Nem az M0-ásra, az M7-esre, vagy a nem tudom hányasra, hanem az, hogy a magyar autópálya hálózaton legyen ilyen díj, és ehhez képest pedig szerte Európában mindenhol lehetnek kivételek, ugye ezek a nem fizető szakaszok. Én csak azért furcsállottam, és tettem fel ezt a kérdést, mert ugye úgy lehet hallani, hogy pont azokon a szakaszokon nem lehet a díjat bevezetni, amely szakaszok megépítéséhez közvetlen az Európai Unió forrást adott. Tehát minthogyha épp az ellenkezője lenne igaz, az Európai Unió finanszírozott, az nem lehet díjköteles. Mindehez adtak támogatást. Ez a kormány Európai Uniós pénz nélkül az elmúlt néhány évben semmit nem épített. Az M0-ásnak az utolsó szakaszait sem. Ez nem igaz ez az érv. Ezt nem is tudom, hogy miért veszik elő. Valószínűleg a szokásos ilyenkor megszokott fideszes figyelem elterelésről, vagy felelősség áthárításról van szó. Az elkerülő utak mindenhol Európában pont az ellenkezőjéről szólnak. Arról szólnak, hogy ezeket tipikusan kiveszik a díjfizetés alól, azért nevében is benne van, mindenki érti, elkerüljük a városnak a belső forgalmas dugóktól és környezetszennyezéstől terhelt szakaszait. Nem igaz a kormánynak ez az érve. Hát van itt pedig még néhány teher, amiről tudjuk, az Európai Unió írja elő. Itt van a dugódíj, amit majd elvben be kéne vezetni jövő év végéig Budapesten, ami valóban a 4-es metró megépítéséhez előírt Európai Uniós direktíva. Csak könnyű belátni, hogy a kettő dolog hogyan ütközik egymással. Nem kell ez közlekedési szakembernek lenni. Hogyha dugódíj van, az arról szól, hogy megpróbáljuk kiszorítani az autósokat a belvárosból. Ha az M0-ás elkerülő szakaszon díjfizetés van, az arról szól, hogy megpróbáljuk az autósokat beszorítani a külvárosból, vagy az elkerülő útról a belvárosba. Ez a két dolog együtt hát nem tudunk működni. Lesz egy sávtalan, ezért tiltakoznak a polgármesterek. Nem tudunk hol közlekedni. A belváros és az autópálya közötti sáv, amelyik ingyenes közlekedés biztosít. A M0-ás fizetőssé tétele betol minket a városba, a dugódíj kitol minket a városból. A kettő együtt működésképtelen, ez felfoghatatlan, ilyen nincsen. Hogyha dugódíjat akarunk vagy kell csinálni, el fogja dönteni majd a fővárosnak a vezetése, akkor az teljesen bizonyosan kizárja, hogy fizetőssé lehet tenni az M0-ás. Van ebben mozgásterünk, hogy akarunk-e dugódíjat vagy sem? Hát ez egy előírás. Ebben nincs mozgásterünk, ez ugye a 4-es metró megépítésének volt az egyik feltétele, tehát akkor viszont nem értem, mi történik. Akkor hogyan lehet az M0-áson pénzt szedni? Hát ha nem mehetünk a városban, és nem mehetünk a városon kívül sem, akkor hol lehet közlekedni? Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár megmondta, hogy tömegközlekedéssel, azaz az elővárosi vasúttal, aminek a fejlesztése az még csak egy terv, az is az Európai Unió ad egy rakás pénzt. Sehol nem tartunk ebben a dologban. Majd. Budapesten és a közvetlen agglomrációjában közel 3 millió ember él. 200 ezer olyan ember van, akik minden egyes nap ingáznak a környező települések és Budapest között. Ezt kiszolgálni képes MÁV, HÉV, de még BKV, hogyha már a városon belül vagyunk, vonal sincsen. Még köszönő viszonyban sem azzal, mint amire szükség lenne. Nem lehet valakit úgy vonatra kényszeríteni, hogy nincs vonat, vagy hogyha van, akkor az autóval összeférhetetlenül rossz minőségű. Úgy lehet megcsinálni jó elővárosi közlekedést, hogyha sűrű hálózat jó minőségi közlekedést nyújt. Hát nincs ilyen Budapest környékén. Cseppegi Nándor viszont azt mondta, vendégünk lesz negyed óra múlva, úgyhogy már most előre idézem, mert hogy tegnap mondta, hogy ezt a havi 400 forintot ezt az autósok ki fogják bírni.
nem tudom, hogy ki fogják-e vérni, szerintem nem. Tegnap láttunk egy videót az interneten, ahol véletlenszerűen szólítottak meg embereket, hogy ki fogják-e fizetni ezt a 400 forintot havonta, talán így jön ki, 5000 évente, hát ugye már próbálják megint csak kommunikációs trükkből kisebbíteni, nincsen havi dolog, évi dolog van, tehát 5000 forintot ki kell fizetni. Szóval ebben a videóban mindenki azt mondta, hogy nem fogja kifizetni, hanem valamilyen alternatív útvonalat fog majd találni. Az a baj, hogy a kormány eszeveszett módon kapkol. Az internet adóval be akartak gyűjteni az óriási költségvetési lyuknak a befoltozására több mint 200 milliárd forintot. Aztán ugye első lépcsőben kiderült, hogy nem is jönne be ennyi, hogyha kivetnék, aztán az utcai tiltakozások miatt meghátráltak, viszont ott maradt ez a lyuk. És most megpróbálják, nem túlzok, tényleg ész és értelem nélkül valahonnan befoltozni ezt a dolgot. Gondoljunk bele, január 1-től akarják ezt az útdíjat. Most hányadika van, mondta az elején? 12. decemberben. És ezt sem tudtuk volna meg, hogyha Népszabadság véletlenül nem deríti ki ezt az információt. Hát előbb-utóbb meg kellett volna tudni. Hát lehet, hogy valamikor szilveszter vagy karácsony környékén tudtuk volna meg ezt a dolgot. Szóval látszik, hogy egy eszeveszett kapkodás zajlik, hogy megpróbálják ezt befoltozni. Na akkor a másik kommunikációs tétel ebben a történetben. Varga Mihálytól tudjuk, hogy minden másképpen van, mint ahogy azt a különféle kommunikációs vezetőktől, Csepregi Nándortól, Kovács Zoltántól megtudhatjuk, mert Varga Mihály azt mondta, hogy a jövő évi költségvetés teljesítéséhez van szükség erre a befolyó 20 milliárd forintra az M0-as útdíjából. Ez egy másik szempont, ideig arról volt szó, hogy nem ezért, hanem az Európai Unió miatt. Most akkor a költségvetés miatt. Hát szerintem ebben az ügyben a pénzügyminiszter Varga Mihály mond igazat. Erre a pénzre a magyar költségvetésnek szüksége van, mert ez az egész unortodox gazdaságpolitika, ez már teljesen alkalmatlaná teszi Magyarországot arra, hogy a közkiadásait finanszírozni tudja. És ilyenkor jön a kapkodás. Ha nem tudtuk begyűjteni, mondom például internetadóból, meg kell próbálni valamilyen más technikával. De hadd válaszoljak még a előző kérdésének a másik felére is, hogy ez nem fog fájni az embereknek, sőt, mondta valamelyik kommunikációs ember, már nem tudom mennyi, most már rengeteg kormány szóvivőben van régen. Ebben ebből elég volt egy is, most már nem tudom hány van. Szóval az egyik azt mondta, hogy hát ez még olcsóbb is lesz az embereknek, mint korábban. Azt Kovács Zoltán mondta, és van igazsága, mert ugye lesznek ezek a megyei matricák, vagy micsodák, matrica már igazán nincs is, és megyei díjak, és azzal olcsóbbá lehet tenni, mert hogyha ez volt a példa, valaki csak a Balatonra megy le hétvégente, nem kell éves díjat venni a 44 ezer forintért, hanem elég megfizetni a három. Erre hadd mondja két nagyon-nagyon egyszerű példát. Két olyan példát, amihez nem kell közlekedési szakembernek lenni, hogy értsük. Az egyik az egyszerű matematika, hogyha ez úgy általában olcsóbb lesz, akkor hogyan van ebből 40 milliárd forint plusz bevétel a magyar költségvetésnek? Ugye 20, 30 és 40 milliárdos számokat hallunk. Hát ha ebből plusz bevétele van a költségvetésnek, abból az következik, hogy a magyar autópálya használók többet fognak fizetni, mint amennyit korábban fizettek. Szóval olyan szinten néznek minket ostobának, ami néha felfoghatatlan. Hát hogyha ez nekünk olcsóbb lenne, akkor ebből bevétel kiesése lenne a magyar költségvetések. De hadd mondjak még egy dolgot gyorsan. A Megyeri hidat, amit még a Gyurcsány kormány idején mi építettük, nagyon fontos dolog volt tehermentesíteni az Árpád hidat ugye Budapesten. Azt ezentúl csak fizetősen lehet használni. Ha valaki Békás-megyerről Káposztás-megyerre megy, ez mondjuk 5 perc autóút, neki ezt ki kell fizetnie. Ha valaki csak ki akar menni a budaörsi bevásárlóközpontokba, másfél kilométer tesz meg körülbelül az autópályán, neki ezt ki kell fizetnie, miközben korábban ezek mind olyan szakaszok voltak. Hát Vitinkov Tamás erre mondta budaörs polgármestereként, hogy majd mindenki budaörsön keresztül megy a bevásárlóközpontokba, végig gondolta ezt valaki. Látszik a tiltakozás. Mikor láttunk olyat korábban? Én az elmúlt 4-5 évben egyszer sem, hogy fideszes országgyűlési képviselők és fideszes polgármesterek egész sora tiltakozik a kormány intézkedése ellen. Most ez történik. Most már 3-4 budapesti fideszes polgármester, a Pest megyei fideszes országgyűlési képviselők és folytathatnám a sort tiltakoznak. Hát ha még ők is így gondolják, mert pedig ugye tudjuk, hogy legendás a pártfegyelem a Fideszben, akkor biztos, hogy itt valami nincs. Önök viszont polgári engedetlenségre szólítottak fel Orrá Lajoson keresztül, hát ő Brüsszelben járt, úgyhogy vitte a szót Orrá Lajos a párt nevében, és azt mondta, hogy a polgári engedetlenség megoldás lehet. Nem autózunk, vagy nem fizetünk, vagy mi a polgári engedetlenség módszere ebben az ügyben? Tippeket nem adnék én ebben a dologban. A polgári engedetlenségnek ugye az a lényege, hogy a civil kurázsi tör elő az emberekből, nem pedig a politikusoknak az a maga politikus világa. Hogyha én most erre tanácsokat adnék, akkor
jogosan jogtalanul engem akár törvénysértésre való felbújtással is lehetne vádolni. Amíg nem vádolni. A tanácsot csak azt mondja, hogy a polgári engedetlenség egy jó módszer, addig ez rendben van. De a polgári engedetlenség tudjuk, hogy alkotmányos módszer normálisan működő országokban. Meg kell találni a lehetőséget arra az autósoknak, a civileknek, mint ahogy egyébként az internet adó kapcsán is megtalálták, hogy ezzel az őrültséggel szemben menjenek. Meglátjuk, hogy lesz erre szükség, vagy hamarabb térészhez a kormányzat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.